Szóba került ide már, vagy szóba került már most a beszélgetésünk során többször ugye a külföldi újságírók, külföldi diplomaták. Egy diktatúrában élünk, lehet ezt mondani rá, hogy puha diktatúra, de a puha diktatúra is diktatúra. Hogyan lehet, vagy mennyire tűnik kockázatosnak fölvenni a kapcsolatot 89-90 határán, akár a választások előtti időszakban közvetlenül, külföldi újságírókkal, külföldi diplomatákkal, akikről nem is feltétlenül tudjuk, vagy tudhatja az adott politikai szereplő, vagy párt mellett tevékenykedő szereplő, hogy ők kicsodák. Hiszen ma már az internet világában könnyen le lehet ellenőrizni, hogy valaki ténylegesen egy adott szervezetnek az újságírója, vagy adott szervezetnek a képviselője, de hogyan lehetett ezt a 90-es években végrehajtani? Hogyan tudtatok kapcsolatot építeni? Legelején, tehát 89-90 határán, tehát még a választások előtt, tehát a 90-es évben. Igen. Hát, ugye, ez sokban attól függ, hogy az ember eldönti, mit vállal, és mit nem vállal, és hogyan viszonyul ezekhez a kérdésekhez. Puha diktatúra, de diktatúra, de már puha, és ezért ez mozgás lehetőséget is adott. Miközben nyilván gondolom másoknak is mindig a fejében megfordult az is, hogy ez rosszul is végződhet. Nem egyszer, amikor mentem reggel el olyan találkozókra MDF-fel, szervezésében, vagy szűkebb körű megbeszélésre, azért megfordult bennem, hogy megnéztem alvó gyermekeimet, és belegondoltam, hogy vajon este is találkozunk-e.